a legszebb éveimet tölthettem itt. Kovács Zsolt, 30 éves, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi és közigazgatási karán végzett igazgatás szervezőként. Jelenleg az Enterprise Hungary operatív vezetője. Az államtudományi és közigazgatási képzés egy olyan lehetőséget tud biztosítani a hallgatóknak, hogy minden szakterületből az alaptudást el tudják sajátítani. Úgynevezett generalista képzésben vehetnek részt. A közigazgatási munkakörök száma az nagy, és szinte mindenki megtalálhatja a számára fontos és a számára megfelelő karrierpályát. A képzésben minden alapvető, fontos tudást meg lehet szerezni akaron, és amennyiben már tudja az illető, tudja a fiatal, hogy milyen területre szeretne szakosodni, akkor ezt az intézmény a későbbiekben is tudja biztosítani a továbbképzési rendszerén keresztül. Nagyon jó szakkollégiumok vannak az egyetemen, jó a HÖK közössége, ezek nagyon fontosak, hiszen sose lehet tudni, hogy a padban mellettünk ülő jelenleg évfolyamtársunk, később miniszter lesz, osztályvezető lesz, főosztályvezető lesz, és a kapcsolatok mind ma, mind pedig korábban országtól, rendszertől függetlenül mindig is fontosak voltak, és erre oda kell figyelni, ezt itt lehet megalapozni. Bármilyen feladatot lát el az ember, akkor más az, ha úgy veszi fel a telefont, hogy szervusz, Kovács Zsolt vagyok, a Ménesi útból 2005-ös évfolyam, és mindenki tudja, hogy miről beszélek, közösek az értékeink, közösek az emlékeink. Ezt én is tudtam hasznosítani, és ez nem egy negatív sztereotípiaként kell megélni, hanem ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog az életben, és erre oda kell figyelni. Nem egy területre fókuszáltunk a képzés során, hanem sok képzését, sok tudományterületet megismerhettem, és ez a úgymond generalista látásmód az én karrieremben nagyon sokat segített.